A képen főcím felirat. Életképek az MVGOS felújított székházának avató ünnepségéről 2024. február 20-21. Képkockák az MVGOS székházának tapintható makettjéről, a felújított kovácsolt vaskapuról, kerti szökőkútról és a homlokzatról. Az épületbe vezető lépcsősor előtt elegáns öltözékben Hipszki Noémi segítő, a Veszper Kft. Képviselője, dr. Nagy Sándor elnök, dr. Nagyné Berke Mónika szolgáltatásvezető és Fekete Zoltán kommunikációs vezető várakozik. Fekete autó gördül be a kapun Áder János volt köztársasági elnökkel és feleségével Herceg Anitával. Mosolyogva készfogással üdvözlik egymást. Az aulában kamerák és fotoriporterek. Részlet Áder János avató beszédéből, alatt a képkockák a felújított épületekről. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A Hermina úti Sipeki villa igazi ékszerdoboz. Lechner Ödön egyik legpompásabb, talán legharmonikusabb alkotása. Kívül-belül meg annyi mese szép részlettel. Díszes homlokzat, karcsú kémények, műves ereszcsatornák, boltíves mennyezet, zsolnai díszek, márványkorlát. Olyan csoda, amelyre azt szoktuk mondani, szemet gyönyörködtető. Sipeki Balázs Béla jogtanácsos, korábbi főispán azért hagyta meseszép különleges otthonát a magyarországi vakokra, mert adni akart valami fontosat, értékeset, valami gyönyörűt. Nem üres jótékonykodásból, hanem cselekvő ember szeretetből. Épp ideje volt, hogy ez az építészeti csoda megújuljon, és ismét a lehető legszebb legyen. És hogy hivatásának a legjobban megfeleljen. Hogy kevesebb legyen benne az akadály, és több a támogató segítség. A Sipeki villa most újra méltó az értékéhez, és alkalmasabb a feladatára, mint valaha. Az új, többfunkció szolgáltatóház pedig imáron valóban szolgál. Épületbejárás. A vendégek a fehér márvány lépcsőkön felmennek az emeletre. Részletek dr. Nagy Sándor elnök, majd Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott ünnepi beszédéből. Nagy ünnep ez a nap a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége életében. Hisz ritkán adódik az a lehetőség, hogy ilyen nagyfokú támogatással egy teljes megújuláson menjen át az a székház és az a szolgáltató épület, amelyben dolgozunk. Örömmel mondhatom el önöknek, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége és Magyarország kormánya között egy stratégiai együttműködés, egy kiemelt partnerség áll fel. Ez egyébként elmondható az összes nagy hazai fogyatékosügyi érdekképviseleti szervezetről is. Egy folyamatos párbeszédben vagyunk velük, és odafigyelünk a speciális szempontjaikra. A vakok és gyengénlátók közössége sokkal erősebb, mint bárki is gondolná. Ez egy olyan közösség, amely mindenkit befogad, támogat és ösztönöz. A közösségi összetartásuk példaértékű. Épületbejárás, filmmontázs. Látó és látássérült vendégek ismerkednek látókísérők vezetésével, a székház makettjével, tereivel, szobáival, a kovácsolt vaskorlátos csigalépcsővel. Többen mobillal fotóznak. Ismét Nagy Sándor és Áder János. Eljutottunk a mai napig, amikor ezt a szép épületet át tudjuk venni, és újból beindulhat az élet, amely a Vakok Szövetségének a hatékonyabb és eredményesebb munkáját biztosítja. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot. Nagy Sándor, Áder János és Nyitrai Zsolt együtt átvágják a nemzeti színű avatószalagot. A vendégek megtöltik a színháztermet. A színpadon a műsor házigazdája, Balogh Tamás műsorvezető. 2018-ban ugye az MVGOS centenárium programsorozatának két nagykövete volt. Szendi Szilvi és Peller Károly, a Budapesti Operett Színház művészei nem csak a színpadon varázsolták el a nézőket, hanem fontos társadalmi kérdésekben is megszólaltak. Népszerűsítették a szövetség szolgáltatásait és tevékenységét. És mi sem volt természetesebb, mint hogy a megújult székház első programja
egy operett gála lesz. Fogadják őket nagy szeretettel és nagy tapssal! Szilvin fehér, budgyosújú, arannyal díszített magyaros ruha, ezüst csizma, Károlyon ezüst zsinóros kék mente fekete csizmával. Táncolva énekelnek. Majd ott lakunk a szomosnál, jöjj hát, miért hoznál, angyaltán, gyere már! Légy sorsom szerencsém, légy otthon a smenyeském, a szőke szomosnál kis fészkünk vár. Az édes reménység, a havasló fehérség, a bércek hegyén az őkben érdő vár. Szép város Kolozsván, majd ott lakunk a szomosnál, hol minden piros, fehér, zöldben jár. Leteszik a mikrofont. Károly magasra emeli a lányt, majd összefogózva körbeforognak. A nézők mosolyogva tapsolnak. A férfi ölbe kapja Szilvit, körbeforog vele. Hirtelen elengedi, de mielőtt leesne, elkapja. A lány pörög, bőszoknyája röpül körülötte. A fiú csapásolót táncol. Szilvi kézen áll, majd egy nagy lendülettel átfordulva Károly nyakába ül. A lány leugrik, Károly féltérdre ereszkedik, Szilvit a térdére ülteti. Kitárt karral nevetve pózolnak. Megpuszilják egymást. Kézen fogva meghajolnak. Pillanatképek a lelkesen ünneplő közönségről. A képen az MVGOS logója. Felirat 2024. A videót készítette Dicső Dániel. Szöveg, narrátor, Bakos Éva, tandem csoport.